Szinte üresek a Nagymányoki utcák. Karbéla polgármester napokig járta a településen élő idősek házait, hogy rábeszélje őket, ne hagyják el otthonaikat. Az akcióban sikerrel járt. Látható volt, ami bekövetkezett, mondta Karbéla. Így jó előre megtettük az óvintézkedéseket. Egészen odáig, hogy igazolványokat készítettünk azoknak, akik segítik az időseket, hogy a hiénákat megelőzzük ebbe is, hogy az idősek csak azt engedjék be, aki egy általam aláírt és lebélyegzett igazolványt villant föl. Mert hát nem ismerhetik az összes dolgozót, nem ismerhetnek mindenkit. Mindenki tartalékban, mindenki megkapta az eligazítást, mi lesz a feladata, ha ennél szorosabb lesz a helyzet. Idős ellátást megszerveztük, szerződött partnerekkel, önkormányzati dolgozókkal. Itt az önkormányzati dolgozókat érteni kell, a óvoda személyzetét, a védőnőket, a műszaki csapatunkat, a műfázisi dolgozóit, tehát mindenkit, aki az önkormányzathoz tartozik. Készen állunk minden ránk váró feladat megoldására, mondja a polgármester. De nagyon fontos, hogy az emberek azt érezzék, nyugalom és biztonság van a településen. Zárva van a polgármesteri hivatal Győrében. A település polgármestere, amikor nincs ügyeletben, a falu varodájában teljesít szolgálatot. Tehát szájmaszkokat készítünk a saját településünknek és egy társtelepülésnek is. Most már közel 400 maszkot vasárnap óta megvartunk, amikor van egy kis szabadidő, akkor ketten a kolléganőmmel varjuk a maszkokat. Filamella Tibor eredeti szakmáját tekintve férfi szabó, így értőkezekkel nyúl az egyébként ingyen a helyi kisboltban elérhető maszkok készítéséhez is. Teljesen zárva van az óvoda, bezártuk a művelődési házat, bezártuk a könyvtárt, bezártuk a játszóteret, teljesen lezártuk. Az önkormányzat, a hivatal, a polgármester hivatal is zárva tart. Természetesen ott is van ügyelet, bármikor telefonon, e-mailbe a dolgaikat a lakosok el tudják intézni, meg tudnak minket keresni. Filamella Tibor azt mondja, hogy a lakossága megértette, hogy nem most van az ideje a közösségi életnek. Szinte úgy néz ki a falu, mintha tényleg zárlat alatt lenne, mondja a polgármester. Izmény utcáit is a csend jellemzi, alig van vállalkozó, aki kimerészkedik. A településen 71 idős ember él, az ellátásukra eddig is különös gondot fordított a helyi önkormányzat. Bárkinek problémája van, szól, meg tudjuk oldani ugyanúgy, ahogy az élelmiszer beszerzést is a falugodnokon végzi, aki igényli, annak elmegy bevásárol, odaviszi a gyógyszerrel, ugyanez a helyzet, hogy akinek szüksége van rá, annak mindenkinek megpróbálunk eleget tenni. Kelemen Ferenc polgármester azt mondja, az idősek megértették, hogy maradjanak otthon, de azok, akik más településen dolgoznak és munka után hazamennek. A falu vezetője optimista. Azt mondja, egyelőre nem mondják le a május végi falunapra szervezett fellépőket.